Idén is megpróbálja az Euróligában való szereplés jogának megszerzését a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszék női kosárlabda csapata. Ezúttal hazai pályán hármas torna keretében juthat a sportág európai elitbajnokságába. A tavaly próbált meg először bejutni az Euróligába a kontinens legmagasabb szintű női kosárlabda sorozatába, a Sepsiszentgyörgyi Sepsiszék. Akkor egy nagyon erős spanyol ellenféllel szemben ez nem sikerült. Az idén azonban hazai pályán szeptember 21-23-a között rendezhetnek kvalifikációs tornát, és plusz motiváció, hogy hosszú szünet után ismét lehetnek nézők a lelátón. Sepsi Arénába Euroliga selejtezőt szervezhettünk, a magyarországi Szekszárd, a törökországi Kayseri és a Sepsiszék részvételével. A három csapatból a győztes megy az Euroligába, a két második-harmadik helyezett Eurokupás résztvevő lesz. Reméljük, hogy ezután a másfél éves kihagyás után sikerül újra szurkolók előtt játszunk, és teltházzal együtt örülhetünk a végén majd a sikernek. Európai mérkőzések nélkül pedig semmiképpen sem maradnak a szurkolók, mert legrosszabb esetben az Európa-kupában indul a csapat, amelynek már évek óta a rendszeres résztvevője.